Az edzőváltás és az új játékosok bejelentését követően elérkezett az Albafehérvár KC az első megmérettetéshez. Az évek óta megrendezett Collagenius Kupa idén különösen fontos a csapat felkészülésében, hiszen számos érkező és távozó volt a kékfehéreknél. Szabó Kitti elmondta, rövid idő alatt igen családias hangulatot tudtak kialakítani az öltözőben. Tavaly, mikor ide jöttem, akkor is egy olyan közeg fogadott, hogy nem éreztem magam egyáltalán újként, és szerintem idén is, akik most érkeztek hozzánk, ők is hasonlóképpen érezhetnek. Az egész csapat szerintem teljesen jól viselte az edzőváltást is, és úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. A mostani alkalommal is 4 csapat fog pályára lépni a Köfémcsarnokban a Collagenius Kupán. Csütörtökön a Budaörs, pénteken a szlovák Mihalovce, szombaton pedig a cseh Hazena Kinsvárt lesz az ellenfél. Az első 2 mérkőzés 18:30-kor, a szombati 17:30-kor kezdődik, és jó visszajelzés lehet az elvégzett munkáról. Az első ellenfelünk ugye a Budaörs lesz, nyilván őket a csapat is jobban ismeri, mivel ugye egy szezon alatt akár 2-szer is játszunk velük, valamint én személy szerint ugye kifejezetten jól ismerem őket, hiszen 3 évet töltöttem el Budaörsön. A másik 2 csapatot annyira nem ismerjük, nyilván azért tisztában vagyunk a képességeikkel, de ott is voltak változások, és nyilván majd a holnapi nap folyamán a másik 2 ellenfelünket is majd megnézzük. Szabó Májer Krisztina hozzátette, bizakodó a tornával és a szezonnal kapcsolatban, hiszen úgy véli, nagyon tehetséges fiatalok és kiváló rutinos játékosokkal egészült ki a csapat. Az elsőjén kezdődő Collagenius Kupára a belépés az egész torna alatt ingyenes.